Jó estét kívánok! Önök a Kecskeméti Televízió híradóját látják 19 órától. Nézzük, miről szólnak mai híreink. Ma tartotta meg nyílt napját a Neumann János Egyetem. Esőbeállót kapott a Dombáró ezelőtti megálló. Megújult a lakosság és 65 év feletti parkolóbérletek megvásárlásának feltétele. Ma tartotta meg nyílt napját a Neumann János Egyetem. Az egésznapos programon a kampusz épületében mindhárom kar, a képzések, a duális partnerek és a járműépítő csapatok is bemutatkoztak. Több száz középiskolás diák és kísérő érkezett a Neumann János Egyetem kampusz épületébe, ugyanis ma tartotta nyílt napját az aulában az intézmény, a rendezvény a nagy teremben vette kezdetét egy ünnepi megnyitóval és a gazdaságtudományi kar bemutatásával. Már erre az első programra 230 diák regisztrált előzetesen. A leendő hallgatókat dr. Fülöp Tamás, az egyetem rektora köszöntötte. A rektor elmondta, az intézmény vezetése és oktatói megtesznek mindent azért, hogy élmény legyen az egyetemen eltöltött időszak, ami alatt a hallgatók ki tudják bontakoztatni tehetségüket, és meg tudják szerezni a legjobb ösztöndíjakat. Az összegyetemi nyílt napon ezután a kertészeti és vidékfejlesztési kar is megkezdte bemutatkozását egy szomszédos teremben. Az előadások alatt a kampusz aulájában a diákok megismerkedhettek többek között az egyetemi szakokkal, a duális képzéssel, a partnercégekkel és az ösztöndíjprogramokkal is. Egy közbeiktatott sajtótájékoztató után pedig a GANF kar bemutatása is megtörtént a nagy előadóban, ami az óriási érdeklődésnek köszönhetően ezúttal is teljesen megtelt. A nyílt napról és az egyetem fejlődéséről bővebb összeállítást láthatnak mai kiemelő magazinunkban. A Neumann János Egyetem történetének legnagyobb digitalizációs projektjét mutatták be ma délelőtt a GANF kar deák termében. Az átfogó digitális fejlesztés eredményeként hatékonyabb működést és az új kompetenciák révén piacképesebb diplomát várnak az intézmény vezetői. Nincs az egyetemnek olyan része, amit ez az 1,2 milliárdos átfogó projekt ne érintene, mondta el dr. Fülöp Tamás, a Neumann János Egyetem rektora. A Neumann János Egyetem történetének legnagyobb digitalizációs projektje indul el hamarosan. A számos alprojektből álló digitális átalakulás mellett a nemzetközi szintű megjelenést is céljául tűzte ki magának az intézmény. A közel 1,2 milliárdos forrásból megvalósuló projekt a következő évtizedeket is meghatározhatja, mivel összetett módon érinti az egyetem teljes szerkezetét. Értve ez alatt az oktatástól a működésen, üzemeltetésen keresztül számos szakmai területet, megújul az infrastruktúra, új hallgatói terek jönnek létre, amely a digitalizációról szól, és megújulnak majd a tananyagok is, elsősorban az online és távoktatásos tananyagokban egy módszertani fejlesztéssel kiegészítve tudunk a gyakorlatorientált képzésekhez kapcsolódóan új tananyagokat kialakítani. A rektor példaként említette, hogy szeretnének minél hamarabb papírmentes ügyintézésre átállni, az angol nyelvű szakok fejlesztésével pedig megjelenni a nemzetközi oktatási piacon. Gály József alpolgármester úgy fogalmazott, nincs más út az egyetem előtt, mint a fejlődés, ez a pályázati forrás pedig segít ezt a folyamatot gyorsítani. A GANF deák termében ma délelőtt megtartott projektnyitó sajtótájékoztatón Birkner Zoltán, a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke elmondta, az egyetem már eddig is sikeresen vett részt a kutatási fejlesztési pályázatokon, mivel eddig közel 4 milliárd forint összeg érkezett ilyen célra. Az egyetemek képesek arra a feladatra, hogy a környezetük társadalmi, gazdasági problémáira választ adjanak. Egyrészt teszik ezt ágazati logikában, hiszen szeretnénk, ha minden egyetem értene valamihez nagyon, és teszik általában regionális szemlélettel, tehát hogy képesek a humán erőforrás utánpótlásban, az innovációs együttműködésben és a kutatásfejlesztés együttműködésekben markánsra jelenni. Birkner Zoltán elmondta, az új egyetemi modellekkel az intézmények minden szempontból ki tudják szolgálni a gazdasági teret, ezáltal a vidéki egyetemek a vidék megmentői is lehetnek. A résztvevőknek dr. Berceli Miklós mutatta be a projekt részleteit és alappilléreit. Nem elegendő véleményünk szerint az, hogy veszünk egy új digitális eszközt, kell maguknak, az oktatóknak, a hallgatóknak, illetve a partnereink digitális készségeit fejleszteni, hogy ezeket olyan szinten tudják alkalmazni, hogy azt át lehessen adni a hallgatóknak.
Így digitálisan magasan képzett hallgatók hagyhatják el az egyetemet, akik így előnnyel jelennek meg a munkaerőpiacon. Az egyetemnél arra törekednek, hogy a projekt eredményeképpen a legmodernebb eszközökkel oktathassák a jövőt, vagyis a hallgatókat. Esőbeállót kapott a Dombáruház előtti megálló, mivel a járatok utasszáma elérte azt a határt, amikor erre a fejlesztésre sor kerülhetett. A fedett részt kialakították, már használhatják is a fel- és leszálló utasok. Az utóbbi egy évben megnövekedett a Dombáruház busz megállóit használók száma, a járatok utasszáma elérte azt a határt, amikor a fejlesztési infrastruktúra elindulhat. Ez pedig azt hozta magával, hogy a megálló egy esőbeállót kapott. Gyakorlatilag a közösségi közlekedés fejlesztésének is köszönhetően egyre többen veszik igénybe a szolgáltatást. Ez azt jelenti, hogy a buszmegálló helyeket egyre több ember vesz igénybe utazás céljából. Mi azt a célt tűztük ki az önkormányzattal közösen, hogy az olyan autóbuszmegálló helyeken, ahol legalább 80-100 ember megfordul utazás céljából, mint várakozó utas, ott a lehetőségek függvényében és ütemezetten igyekszünk esőbeállót biztosítani. A kivitelezést a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Hajtotta végre. A szakemberek a mai napon elkészültek a munkálatokkal, már használhatják is az utasok a buszmegállót. Az esőbeálló 2,1 millió forintba került, melyet Józsa Bálint, a terület önkormányzati képviselője finanszírozott a választókerületének járó keretéből. Megújult a 2023. évre szóló lakossági és 65 év feletti kecskeméti lakosok által kiváltható nyugdíjas parkoló bérletek megvásárlásának feltétele. A bérletek megváltásához regisztráció szükséges, tájékoztatott a Kecskeméti Városrendészet. November 15-től törlésre került a 2022-es kedvezményes parkolóbérletek regisztrációja, és mától elindult az új évi. A regisztrációra azért van szükség, mert a jogosultság fennállását évente ellenőrzi a hatóság. 2023. január 1-től a legnagyobb változás a nyugdíjas bérleteket érinti. A szakemberek nem csak azt ellenőrzik, hogy az igénybe vevője az autó, és hogy nincs-e 65 év feletti üzembetartóként bejegyezve, hanem azt is, hogy mennyi a jövedelme. Ez egy nagyon fontos szabály, ez a nyugellátásról szóló törvény alapján az együtt, úgynevezett együttfolyósítási összeghatár 180%-a, ami ebben az évben 194.238 forint. Tehát akinek 194.238 forint alatt van a nyugdíja, és az egyéb feltételeknek megfelel, az kaphat jövő évre vonatkozóan nyugdíjas bérletet. Új feltétel az is, hogy a nyugdíjas bérletre jogosultaknak érvényes vezetői engedéllyel kell rendelkezniük. Ezzel azt küszöbölik ki, hogy olyanok is igénybe vegyék a bérletet, akik nem vezetnek. Mivel több okmányt is be kell mutatni a nyugdíjas bérletet igénylőknek, ezért azok megvásárlására csak személyesen van lehetőség. Az igényléshez a forgalmi engedély, személyigazolvány és a lakcímkártya mellett a nyugdíjat folyósító hatóság határozatára és az adott évre megállapított nyugdíj összegéről szóló igazoló személyre is szükség van. Ezeket mindet be kell hozni, ekkor mi a kolléganők beregisztrálják, és utána már akár online is meg tudja venni majd a bérletet, de december 12-től kezdjük árusítani a bérleteket, akkor már személyesen is meg lehet venni. Azért fontos ez az előzetes regisztráció, hogy ne torlódjanak föl, tehát több ezer nyugdíjas bérlet volt tavaly is, és ezeknek a regisztrációja ugye időt vesz igénybe, ezért kezdtük meg most 16-ával a regisztrációt. A lakossági bérletek esetén is mától lehetséges a regisztráció a www.kecskemétivárosrendészet.hu oldalon, vagy személyesen ügyfélfogadási időben a Budai utca 2/A szám alatti ügyfélszolgálati irodában. A lakossági bérlet megvásárlásához szükséges regisztráció során be kell küldeni vagy mutatni a forgalmi engedélyt, személyi igazolványt és a lakcímkártyát. A 2022-es éves nyugdíjas parkolóbérletek január 30-áig érvényesek, a havi bérletek január 5-éig, a féléves és éves nem nyugdíjas bérletek pedig január 15-éig. 2023. január 1-től nem minősül jogsértésnek, ha jármű vezetés során nincs nálunk a járművezetői engedély és a forgalmi engedély. A járművezetésre jogosító okmányt a járművezetőnek vezetés közben nem szükséges magánál tartania, ha a járművezető az engedély nyilvántartásba bejegyzett érvényes vezetési jogosultsággal rendelkezik. Nem szükséges a hatósági ellenőrzés során a vezetőnél lennie a forgalminak, ha a jármű szerepel a jármű nyilvántartásban.
Jövő évtől ezek az esetek nem is lesznek szankcionálhatók. A rendelet értelmében az ellenőrző hatóság a helyszíni ellenőrzés során a vezetői engedély felfüggesztését akkor is be tudja vinni az engedély nyilvántartásba, ha az nincs nálunk. Ellenkező esetben a helyszínen elvételre kerülhet. A felfüggesztés bejegyzéséről a járművezető írásbeli tájékoztatást kap. A forgalomban való részvétel felfüggesztése esetén egyes esetekben a járművel a lakcímig vagy a telephelyig lehet közlekedni, míg más esetekben tilos a járművel történő továbbközlekedés. Ezen szabályok tekintetében szintén nem lesz változás, olvasható a közleményben. Már online is kitölthető a nemzeti konzultáció. A kormány az Európai Uniós szankciókkal kapcsolatban kíváncsi a választópolgárok véleményére. A kérdéssor 7 főként energiabiztonsági jellegű kérdést tartalmaz. Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő közösségi oldalán jelentette be kedden délután, hogy a szankciókkal kapcsolatban indított nemzeti konzultáció a www.nemzetikonzultacio.kormány.hu oldalon is kitölthető. Dömötör Csaba államtitkár a Facebookon közzétett nyilatkozatában kiemelte, jó pár hónap telt el a háború kirobbanása óta, amelyre Brüsszel gazdasági szankciókkal válaszolt, rámutatott, a szankciók nem vetettek véget a háborúnak, viszont egyre súlyosabb válságot okoznak egész Európában. Elszálltak az energiaárak, emelkednek az élelmiszerárak, évtizedek óta nem látott magasságokban emelkedett az infláció, írja. Dömötör Csaba kitért arra is, a következmények ellenére Brüsszelben csak újabb és újabb szankciós tervekkel állnak elő. Az államtitkár kiemelte, irányváltásra van szükség, ha sokan vesznek részt a konzultációban, ezt el is tudják érni. A szankciók minden európai és minden magyar ember életére nagy hatással vannak, ezért arra kérnek mindenkit, hogy mondja el véleményét és töltse ki a konzultációs kérdőívet. Két hattyú érkezett a kecskeméti vadaskertbe tegnap délután. A két hattyút Keszthelyről, a Kastélyparkból hozta el a Betlen város lakóinak egyesületének elnöke, Ladányi Kovács Zoltán, a vadaskert egyik munkatársával, Barkóczi Andrással. Két láda, illetve annak tartalma kapott főszerepet tegnap délután a kecskeméti vadaskertben. Óvatosan kellett mozgatni a fából készült építményeket, ugyanis egy-egy madár volt bennük. Amint a ládákat bevitték a ludak, a pávák és a gólyák kifutójába, már emelkedtek is az ajtók. A két hattyú egyszerre lépett ki a ládákból. A madarak rögtön mentek felfedezni a terepet, majd el is foglalták a kis tavat. A vadaskert ezen részét teljes mértékben a madarak uralják, mely repertoárt folyamatosan bővítik. A vezetőség Keszthelyen találta meg ezt a két hattyút. Ők egy igen territoriális madarak, tehát ezt a területet szerintem ők fogják uralni, de békésen, mivel elég nagy a terület, szépen békésen meg fognak egymás mellett lenni. Bízunk benne, hogy szaporodni is fognak, és akkor már nem csak mi hozunk hattyúkat, hanem mi is tudunk másnak hattyút adni. Egyébként az elhelyezés abból a szempontból nem volt nehézkes, hiszen már volt itt nálunk hattyú, igaz, ők mentett hattyúk voltak, őket visszahelyeztük a természetbe. A két hattyút Keszthelyről, a Kastélyparkból hozta el a Betlen város lakóinak egyesületének elnöke Ladányi Kovács Zoltán, a vadaskert egyik munkatársával, Barkóczi Andrással. Az egyesület felajánlásként vállalta a fuvart, Ladányi Kovács Zoltán elárulta a városrésznek, most egy brendet építenek. Itt jött a hattyú, mint kapcsolat a két fél között. Minden közösségnek kell, hogy legyen egy szimbóluma is, és azon gondolkoztunk az egyesület tagjaival, hogy milyen szimbólumot választunk Betlen városnak, és ekkor jött az ötlet, hogy nézzük meg Betlen Gábor, erdélyi fejedelemnek a családi címerét, ugyanis kiderítettük, hogy ezt az egész Betlen város, városrész elnevezést 1907-ben jegyezték be, tehát Betlen István nem lehetett, mert az később volt, tehát Betlen Gábor családi címerét vettük elő, amelyben két szemben állított hattyú áll. A két hattyú azért szürke, mert idén születtek, de a madarak nem sokára teljesen kifehérednek, és igazi égköveivé válhatnak a kecskeméti vadaskertnek.
Kecskeméti gyermekek százainak 30 éven át élményt, menedéket nyújtó közösségi tér lett semmivé. A tűz martalékává vált székelyudvarhelyi református egyházmegye felső sófalvi gyülekezeti otthona. Az újjáépítést segítve egy jótékonysági koncertet szervez a Gyerkőcök Közhasznú Alapítvány pénteken a Szent Család plébánián. Három évtizeden keresztül felejthetetlen élményeket nyújtott az erdélyi felsősófalva gyülekezeti otthon a Széchenyi István Technikum diákjainak. Az idős foglalkoztató napközis hajlék zenészek, fiatalok kedves tanya 1992 óta sok-sok kedves táborozás színeje idén májusban leégett. A Gyerkőcök Közhasznú Alapítvány a Köztéri Melódiák Interaktív Koncert és Kvízjáték elnevezésű programsorozat keretében jótékonysági koncertet szervez a gyülekezeti otthon újjáépítésére, honfitársaink megsegítésére pénteken este 6 órakor a Szent Család plébánián. Az eseményen nevez zenészek, énekesek és színészek lépnek színpadra, továbbá az Embodon Pál Zeneiskola fiatal növendéki is megmutatják tehetségüket. A Széchenyi Városi Zöld és Pont Civil Társaság támogatja az adománygyűjtést és vállalta a rendezvény humanitárius feladatainak megszervezését, ellátását, valamint a közönség szervezést. A rendezvény egyik fő támogatója Kecskeméti Média Centrum. Adományokat továbbá a Gyerkőcök Közhasznú Alapítvány számlaszámára lehet küldeni. A szervezők kérik, hogy utaláskor a közleményrovatba írják be a adomány felső sófalva. A témával bővebben kiemelő című magazinunkban foglalkozunk. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit még egyszer röviden. Ma tartottam egy nyílt napját a Neumann János Egyetem. Az egész napos programon a kampusz épületében mindhárom kar, a képzések, a duális partnerek és a járműépítő csapatok is bemutatkoztak. Esőbe állott kapott a Dombáruház előtti megálló, mivel a járatok utasszáma elérte azt a határt, amikor erre a fejlesztésre sor kerülhet. A fedett részt kialakították, már használhatják is a fel- és leszálló utasok. Megújult a 2023 évre szóló lakosság és 65 év feletti kecskeméti lakosok által kiváltható nyugdíjas parkolóbérletek megvásárlásának feltétele. A bérletek megváltásához regisztráció szükséges. A Neumann János Egyetem történetének legnagyobb digitalizációs projektjét mutatták be ma délelőtt. Az átfogó digitális fejlesztés eredményeként hatékonyabb működést és az új kompetenciák révén piacképesebb diplomát várnak az intézményvezetői. Önök a hírös híreket, a Kecskeméti Televízió híradóját látták. Hamarosan folytatjuk a kiemelővel. Mai magazinunkban vendégünk lesz Balogné Pap Boglárka, a Kecskeméti Kodályiskola intézményvezetője. Ezt követően betekintést nyerhetnek a Neumann János Egyetem nyílt napjába. Végezetül Asárti Szabó Andreát és Balogh Boglárkát, a Széchenyi István Technikum 12. évfolyamos diákját várjuk a stúdióba, akikkel a pénteken tartandó jótékonysági koncertről beszélgetünk. Olvassák és nézzék hírportálunkat, a cím híres.hu. A híres híreket 20 óra 30 perckor, 22 órakor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 és 9 órakor ismételjük meg. A kecskemétitv.hu weboldalon pedig bármikor megtekinthetik. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk, tartsanak majd akkor is velünk. Köszönjük mai megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Csütörtökön többfelé felszakadozik a felhőzet, napközben helyenként alakulhat ki zápor. Az északi-északkeleti szelet élénk, néhol erős lökések kísérhetik. Hajnalban 7 fokot, napközben 9 fokot mérhetünk. Pénteken nagy részt erősen felhős vagy borult időre számíthatunk. Egész nap várható esőzés. A szél jobbára mérsékelt marad, de időnként megélénkülhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 3 és 4, a legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 6 fok között alakul.
Szombaton szintén erősen felhős borult időre van kilátás. Délután számítani kell esőre, illetve záporra. Az északi északkeleti szél megélénkülhet, a minimum hőmérséklet 3 és 5, a maximum hőmérséklet 6 és 8 fok között valószínű.